Kétnapos közgyűlés, Nyíregyházán ülésezett a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Baptista Regionális Központ Máté Szalkán egy közel 650 millió forintos projekt keretében újult meg az adományraktár. Pénzügyi ismeretek, közel 7000 tanulót szólított meg az OTP Fáy András alapítványa az elmúlt két évben. Folytatódik a Modern Városok program, de jövőre át kell tekinteni az eddigi eredményeket és a további terveket. Erről is szó volt a Megyei Jogú Városok Szövetségének nyíregyházi közgyűlésén. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kétnapos találkozó keretében átadták ezen települések ligetét is. Sóstó gyógyfürdő központjában minden megyei jogú város egy-egy saját fát kapott. 16 év után adott otthont újra Nyíregyháza a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésének. Az ország 23 ilyen városának polgármesterei között csütörtökön a Modern Városok programról és az uniós támogatásokról is szó esett. A szövetség elnöke azt emelte ki, hogy több mint 1000 milliárd forint fejlesztési forrással rendelkeznek, amelyet úgy szeretnének felhasználni, hogy mindenki jobban élhessen az adott településen. Higgyék el, nekem nem költünk el úgy egy forintot sem ebből a pénzből, ha amikor azt a kérdést tesszük fel önmagunknak, hogy ettől most jobb lesz-e a nyíregyháziaknak, amit megcsináltunk, és erre csak egyértelmű válasz van, ha meg tudjuk mondani azt, hogy igen és miben, ha nem, akkor kidobtuk ezt a pénzt. Na, ennek az igen válasznak a példája a Nyíregyház és a Megyei Jogú Városok is. A közgyűlésen a miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett, aki a Modern Városok program kapcsán arról beszélt, hogy ennek végrehajtása folyamatban van. A cél az, hogy 2020-ban a meglévő szerződéses kötelezettséget teljesíteni tudják. Ekkor át kell tekinteni a programot, meg kell nézni, hol milyen forrás lehívásra került sor, hogyan haladjanak tovább, min kell változtatni. Emellett az is fontos, hogy megtalálják azokat az együttműködési pontokat, ahol a források a következő 7 évben is jól hasznosíthatóak lehetnek. Hozzátette, 2020 más szempontból is fontos év lesz. A jövő évben jó esélyünk van arra, hogy az Európai Unió következő 7 éves költségvetését is megismerjük. Ez vélhetően az utolsó olyan 7 éves időszak lesz 2021 és 2028 között, amikor az ország még a kohéziós támogatásokból, az Európai Uniós támogatásokból jelentős mértékben profitálni fog. Hogyha az ország fejlődése hasonló marad, akkor egész egyszerűen az ország fejlettségi szintje miatt 2028-ban más lesz a helyzet. Ez pedig már a Megyei Jogú Városok ligetének átadása, amelyre péntek délelőtt került sor Sóstó gyógyfürdő központi parkjában. Ennek részeként minden ilyen település egy-egy kocsányos tölgyet kapott, melyeket polgármestereik ültettek el. A fák felülről nézve Magyarország térképét rajzolják ki. A liget ötlete a Megyei Jogú Városok tavalyi nyíregyházi sporttalálkozóján fogalmazódott meg. Akkor jött az ötlet, hogy itt először az országban legyen egy Megyei Jogú Városok ligete, aminek szimbolikus üzenete is van. Egyrészt a környezetvédelmi elkötelezettség, de másrészt az összetartozás, az összefogást is szimbolizálja, és a helyszín pedig mindenkinek nagyon megtetszett. Azonnal Szita elnök úrral kijöttem ide, és megmutattam a helyszínt és az elképzelést, azonnal pozitívan állt hozzá mindenki, és ez most így meg is valósult. Kovács Ferenc hozzátette, szeretnék, ha a polgármesterek legalább évente egyszer visszatérnének városuk fájához és megöntöznék azt, de ha ők nem is tudnak eljönni, küldjenek turistákat maguk helyett. A Megyei Jogú Városokban él egyébként majdnem minden ötödik, közel 2 millió magyar állampolgár. Egy közel 650 millió forintos projekt részeként újult meg egy épület Máté Szalkán. Ez egy 4,5 milliárd forintos EFOP-os pályázat keretein belül valósult meg. Az épület ezentúl a Baptista Szeretetszolgálat regionális logisztikai központjaként működik, ahová bárki beviheti adománynak szánt ruháit és eszközeit. Egy elhanyagolt épület újult meg és vált regionális raktárrá Máté Szalkán. A környező települések szociális területeit is ellátó Baptista Szeretetszolgálatnak sokszor gondot okozott az adományok elhelyezése, volt, hogy Budapestről kellett megoldani a szállítást. A logisztikai problémákat és a tárolást hosszú távon megoldja a most átadott raktár, amely egy nagyszabású projekt része. A karitatív tanács tagjaként mi is
elnyertünk egy közel 650 milliós pályázatot, ami a Baptista Szeretett Szolgálatnak a karitatív tevékenységének az infrastruktúráját hivatott szolgálni. És ez egy nagy lehetőség. 11 óta vagyunk a karitatív tanácsnak a tagja, de eddig még ilyen jellegű infrastruktúrális beruházásokat szolgáló támogatás nem volt. És ez nem csak épületeket jelent, hanem gépjárműveket, eszközöket, olyan eszközöket, amit a katasztrófa védelemben tudnánk használni, vagy tudunk használni. Persze ennek a fő fókusza egy nagyobb logisztikai raktár, ami Pákozón valósul meg, ott egy 1700 négyzetméteres raktár, és hozzá egy ilyen 4-500 négyzetméteres iroda, oktatóközpont létesül, és ennek a pályázatnak a keretében még további 4 kisebb helyszínen tudunk végezni felújítási, átalakítási munkákat. A raktár nem csak a Baptista Szeretett Szolgálat számára jelentős fejlesztés, Máté Szalka életében is fontos mérföldkő. Hozzájárul ahhoz, hogy Máté Szalka, a fényvárosa még jobban tudjon gondoskodni azokról az emberekről, akik segítségre szorulnak, legyenek akár fogyatékosok, vagy valamilyen függőségben szenvedők, vagy egyszerűen csak olyan emberek, akikhez a szükség bekopogtat olykor-olykor. Én azt kívántam nekik, hogy ez az adományozó központ, ez a raktár soha ne legyen üres, mindig legyen sok olyan jó szándékú ember, aki adományaival ezt megtölti, és a Baptista Szeretett Szolgálat segítő jó szándékú munkatársai pedig biztos vagyok benne, hogy a lehető legjobb helyekre fogják ezt eljuttatni, ahol a legnagyobb szükség van rá. A teljes pályázati konstrukcióra országszerte 4,5 milliárd forintot szánt a kormány. 2016-ban írták ki a felhívást, amelyre az ország összes karitatív szervezete pályázhatott. A cél az volt, hogy a logisztikai tevékenységeket megkönnyítsék, ezt pedig tovább szeretnék folytatni. Én azt gondolom, hogy minden olyan pályázati felhívást minden területen meg szeretnénk tartani, amelyek sikeresek voltak, amelyek kézzelfogható eredményeket produkáltak ebben az időszakban. Most van egyébként a tervezési időszak, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottság tavaly nyilvánosságra hozta azt a költségvetési tervezetet, hogy körülbelül melyik tagállam mekkora összegekkel számolhat. Ezek szerint Magyarországot egy nagyon jelentős csökkentés fogja érinteni a következő időszakban, de természetesen azon vagyunk, hogy a következő hónapokban minél nagyobb összeget próbáljunk meg kiharcolni hazánknak, és azon dolgozunk, arra törekszünk, hogy minél kisebb legyen az a csökkentés, ami minket fog érni. Az Európai Uniós Fejlesztésekért felelős államtitkár hozzátette, a humán szolgáltatások lehetnek a következő időszak nyertesei, hiszen az Európai Bizottság is azon dolgozik, hogy az európai szociális alap támogatásait kisebb mértékben csökkentse, mint a többi területet. Pénteken sem enyhült a hőség, a 35 fokot is elérő melegben palackozott ásványvíz osztását rendelt el Nyíregyháza polgármestere. A hőségriasztás miatt hozott intézkedésnek köszönhetően a belvárosban közlekedők a közterületfelügyelet munkatársaitól kaphattak hűtött italt. Szeretnék felhívni a nyíregyháziak figyelmét a fokozott folyadékbevitelre, de arra is, hogy jobban figyeljünk egymásra, különösen a kicsikre, gyerekekre, idős családtagokra, idős szomszédokra, ismerősökre, különösen akik egyedül élnek, és hát lehetőleg ebbe az időben, pont amikor mi itt vagyunk, ne járjon, akinek nem muszáj a napon, a kora délutáni órákban, mert ez az időjárás, ez a meleg még több napon át az előjelzések szerint fennmarad. Közel 7000 magyar és szlovák diák vett részt pénzügyi ismeretek képzésen az elmúlt 2 évben. A pénzügyi gazdasági oktatás határok nélkül pályázatban a magyarországi OTP Fáji András Alapítvány és a szlovákiai OTP Redi Alapítvány közösen szervezett tréningeket általános és középiskolások számára. Mind Magyarországon, mind pedig Szlovákiában nagyon alacsony szintű a pénzügyi kultúra és a jövő tudatos tervezés, ezen szeretett volna javítani az alapítvány. 2016 óta már Nyíregyházán is várja az OTP Fáji András Alapítványa a másodiktól egészen a 12. osztályos tanulókat az oktatási központba, ahol évfolyamos és tematikus tréningeket szerveznek a diákoknak. Itt egyedülálló és ingyenes pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási, illetve karrierképzésen vehetnek részt. A központban a játszva tanulás jegyében oktatnak, különböző gyakorlatokon élményeket szerezhetnek a diákok. Ezeknek mindig van valamilyen pénzügyi vonatkozása.
Folyamatosan érkezhetnek hozzánk a diákok egy nagyobb hangvételű tréningre, előadásra, ahol különböző ismereteket tanulhatnak meg, egészen mondjuk az alapoktól, ugye második osztályban mondjuk, hogy honnan is van mondjuk a családnak pénze, az mi is, és hogy hogyan történik maga a kiadás és a bevétel is, hogy milyen összefüggések vannak, de akár már eljuthatunk a későbbiekben ugye a nagyobbaknál egy vállalkozás alapításáig is, de ugye hétköznapi tippeket is adunk nekik, például, hogy hogyan lehet megtakarítani, úgyhogy nagyon széles körben mozognak ezek az információk, és tényleg próbálunk arra törekedni, hogy minél inkább olyan fogalmak, infók és érdekességek érjék őket, ami sarkalják őket arra a hétköznapi életben, hogy igenis odafigyeljenek arra, hogy hogyan is kezelik a pénzüket. A Magyarországi UTP Fáy András Alapítvány és a szlovákiai UTP Redi Alapítvány 2017-ben indított közös, határon átívelő projektet, ami azt a célt szolgálta, hogy a pénzügyi kultúra alacsony szintjét mindkét országban javítsa. A pályázat kezdetén Budapesten, Nyíregyházán és Bukaresten már működött oktatási központ, tavaly júniusban pedig Nagyszombaton is nyitottak egy háromtermes intézményt. A diákok mellett a szülőket és a pedagógusokat is bevonták a képzésbe, a hangsúlyt azonban a tanulók oktatására helyezték. A játékos tanulásra építünk fel mindent, tehát amiket itt a tréning közben hallanak a trénereinktől elméletben, az rögtön ki is tudják próbálni saját kezeiken, saját kezeikkel a gyakorlatban. Rengeteg feladat van, amiben nyilván nem egyenként, hanem együtt be vannak vonva. A tréner ott ül velük külön a körben, tehát nem, abszolút nem a frontális oktatásnak az elemei valósulnak meg, és ezt élvezik. Ez nagyon tetszik nekik, jó visszajelzéseket kapunk a projektben egyébként, és szerintem ez a szám bizonyítja azt, hogy mennyire egy sikeres. Közel 7000 diákot tudtunk így módon elérni ingyenes pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási képzésünkkel. Az eredetileg kitűzött cél 3700 volt, úgyhogy szerencsére ez sikerült túlszárnyalni. A jelenlegi projekt most lezárult, az alapítvány tervei között azonban szerepel, hogy folytatják a projektet, az egyedülálló pénzügyi oktatást pedig további régiókban is megszerveznék. Új csúszdák és napozós tég, megújult gyerekmedence és strandröplabda pálya számos fejlesztéssel várja a vendégeket a szombaton megnyíló tófürdő. A megújult szabadtér és stranda régjárakkal, ráadásul idén az eddigieknél tovább, még szeptemberben is fogadhatja a fürdőzőket. Nyírják a füvet, rendezik a terepet a röplabda pályán, már tényleg az utolsó simításokat végzik a megújult tófürdőn. A tavaly ősszel kezdődött munkálatoknak most értek a végére. A beruházás 220 millió forint uniós támogatásból és mintegy 30 millió forint önerőből valósult meg. Új pénztárt alakítottak ki, a régi lépcsőket áthelyezték, emellett térköveztek. A látványosabb fejlesztéseket azonban a vízfelületekhez közelebb érve tapasztalhatjuk. Megújult a strandröplabda pálya, a homok teljesen ki lett cserélve, a gyerekmedence is felújításra került, a termálmedencében új ülőkét helyezünk el, és azt is újra burkoltuk, a régi zuhanyzót is megújítottuk egy gyönyörű felirattal, kiegészítve, úgyhogy ott is most már egy teljesen kultúrált zuhanyzási lehetőség várja a vendégeket. Ami, hogyha sorba haladunk, egy óriási látványosság, hogy a régi előregedett csúszdánk helyett is most már két új csúszdatest és sokkal látványosabb, izgalmasabb csúszdatest fogadja majd a vendégeket, gondolom ez főleg a gyerekeknek fog majd nagy örömet okozni. Sokan várták, hogy a régi emblematikus stég az megújul-e. Igen, hála Istennek kijelenthetjük, hogy az is egy 50 négyzetméteres új stég kerül elhelyezésre a tó közepén. A székek már bekészítve a vendéglátó egységek mellett. Utóbbiak mindegyikét új egységes bútorzattal szerelték fel. A játszóteret áthelyezték. Játszani ugyanakkor a vízben is lehet majd, ezen az új vízi játszótéren, igaz külön jegy megváltása mellett. A fejlesztés részeként új pázsitot fektettek le, öntöző rendszert és sziklakerteket alakítottak ki. A vendégek pedig ezentúl wifi-zhetnek is a telefonjaikon, mindezt az eddig megszokott árakon. A belépőjegyek nem változtak az elmúlt évhez képest, a délutáni, ahogy említettem, kedvezményünk 16 óra után megvan, és erről lehet tájékozódni majd a honlapunkon is, illetőleg az itt kihelyezett táblákon is. És való igaz, ugye a projektben 4 hónapos nyitvatartást vállaltunk, ami azt jelenti, hogy most már szeptemberben is nyitva lesz a tófürdő. A következő évben pedig majd meglátjuk, hogy valószínűleg a leglogikusabb az, hogyha május elején vagy május közepén nyitunk, és szeptember elejéig vagy szeptember közepéig vagyunk nyitva. Ez még a jövő évi döntéseinknek tükrében tudjuk majd kommunikálni. A vízsugár már megy a termálmedencében, amelyben vendég még azonban nincs.
Erre ugyanakkor nem kell már sokat várni. A megújult tófürdő szombat reggel 9 órakor megnyitja kapuit. Ráadásul aznap délelőtt úsz egy tókört az egészségedért elnevezéssel, egy szabadidős rendezvényre is várják a látogatókat. A hétvégére is meleget, 35 fok körüli hőséget és ragyogó napsütés jósolnak a meteorológusok, így az időjárás is kedvezni fog a szezon kezdetnek. A Rózsakert szabadtéri színpad nyitó előadása Molnár Ferenc vígjátéka, a Delila, amelynek ősbemutatóját 81 évvel ezelőtt tartották az akkori Pesti Színházban. A darabot Mohácsi János rendezésében játssza a Móri Zsigmond Színház társulata. Nem rohanunk sehová, Laci. Ugye? Lottó nyeremény! Ingyen pénz! Én ezt nem hiszem el. A történet főhőse a vidéki csárdatulajdonos Virág úr, aki nagy összeget nyer a lottón, így felkelti a fiatal pincérnő Ilonka érdeklődését. A történetet bonyolítja, hogy Ilonka már menyasszony. Virág felesége, Marianne, a női rafinéria teljes arzenáját beveti, hogy visszahódítsa hűtlen férjét. Molnár Ferenc művének a nyelvezetéhez hozzányúltak az alkotók, hogy az közelebb kerüljön a mai beszédhez. A rendező Mohácsi János, aki a nagy sikerű illatszertárban dolgozott legutóbb a társulattal. Most a korábbihoz hasonlóan nagyon vidám próba folyamaton vannak túl, bár a darabot alaposan fel kellett frissíteni. A darab fölött rendesen elszállt az idő, nem úgy, mint a nagy darabok között. Ezt nem, hogy mondja, nem akarom azt mondani, méltán nem játszott darabja a Molnár életműnek, de gyengébb, mint a nagy Molnár darabok. Borzalmasan egysíkú a cselekménye, nagyon... Amit nem szokott csinálni egyébként a Molnár, hogy nagyon, nagyon utálható figurákat ír bele, tehát mondjuk itt a Molnárnál a fiatal női főszereplő az kifejezetten csak az anyagiakra utazik és semmi másra. És hát ugyan van sok baj a nőkkel, mint ahogy a férfiakkal is, de azért ennyire egysíkúak, azért sem a nők, sem a férfiak nincsenek. Tehát ez volt az első szempont, ami miatt átalakítottuk a darabot. Az alapszituáció természetesen a Molnár Ferenc által megírt történet, és megmaradt a mű happy endje is, de a sztori a rendező szerint bonyolultabb és izgalmasabb is lett. Marianne szerepét Kosik Anita alakítja az előadásban. Virág keveredik bele, és ezzel magával rántja Mariant is. Abban a szerelmi háromszögben, amiben ő így bele pöndörödött. Úgyhogy nekem az a dolgom, mint szerető feleségnek, hogy rájöjjek arra, hogy hogyan tudnám ezt a kapcsolatot, azon túl, hogy megmentem, vagyis küzdök a férjemért a lehető legokosabban, tehát erőszak nélkül, és hogy rájöjjek arra, hogy mit ronthattam el. A vígjátékban Kosik Anita partnerei Gulácsi Tamás, Horváth László Attila, Rák Zoltán és István István a színház művészei, vendégművészként pedig Józsa Bettinát láthatja a közönség. Az előadásnak most csak egy estén tapsolhatnak a nézők, ám ősztől a színház épületében újra műsorra kerül majd. A csütörtöki ünnepélyes megnyitóval és a pénteki szabad, valamint a rajtsorrendet meghatározó edzésekkel megkezdődött a Jetski Európa bajnokság második futama. A leveleki tavon szombaton és vasárnap 21 ország, mintegy 120 versenyzője méri összetudását 13 kategóriában. Jetskik a Nyíregyházi Kossuth téren nem véletlenül kerültek a vízi járművek a belvárosba, itt tartották ugyanis az Európa-bajnokság második futamának megnyitóját. Magyarország 13 év után rendezhet EB futamot, amely a sorozat második állomása a portugáliai után és a horvátországi verseny előtt. Magyarországot 31-en képviselik majd a leveleki tavon rendezett viadalon, amelyen 5 éremre számít a hazai szövetség elnöke, a 120 induló 13 kategóriában mérő összetudását. Állós kategóriák vannak, itt van férfi, női, illetőleg GP1, GP2, GP3-as, tehát ezek teljesítmény szerinti kategóriák, illetőleg runabout ülős kategóriák vannak, szintén teljesítmény szerint, illetőleg itt is van egy női kategória, valamint van a freestyle, ami egy nagyon hát egyedi, ugye egy versenyző van a vízen, és olyan akrobatikus gyakorlatokat végez a vízen, tehát mit tudom én, 5-6 pörgést, meg vízalámenést, amit az ember, hogy a gravitációt ismerve nem is hiszel, hogy ilyet meg lehet csinálni.
A sporthét felelős államtitkár szerint fontos, hogy a fiatalok minél több sportággal ismerkedhessenek meg, legyen választási lehetőségük, akár a technikai sportok között is. Fő célkitűzésünk, hogy ugye mindenki sportoljon, ehhez megfelelő hátteret, feltételeket biztosítsunk, és hozzunk hazánkba nemzetközi eseményeket. Ugye az automotorsport rendkívül gyorsan és dinamikusan fejlődik, ezen belül a sportágazatai mindegyik, és ez az innováció, ami megjelenik itt ebben a sportágban, az tényleg minden gyermeket érdekel, minden családot, úgyhogy biztos, hogy nagyon nagy érdeklődésre tehetünk szert, hiszen ezzel is népszerűsíteni tudjuk ezt a rendkívül népszerű egyébként a világban sportágat. A rendezvényre több ezer nézőt várnak. Levelek polgármestere elmondta, hogy felkészültek a versenyzők is az érdeklődők fogadására. Több mint fél éve készülünk már a rendezvényre, mindent megtettünk azért, hogy tökéletes körülmények fogadják a versenyzőket. Nagyon jó az együttműködés a szervezőkkel, az Országos Jetski Szövetséggel. A terület előkészítve, gyönyörű minden, a táj gyönyörű, ha másért nem, akkor megéri ezért kijönni. A pénteki rajzsorrendet meghatározó edzéseket követően szombaton reggel 9 órakor, illetve délután 14:30 kezdődik a program. Vasárnap 11 órától 16 óráig láthat éles futamokat a közönség, a verseny pedig a 17 órakor kezdődő díjátadó ünnepség zárja. A második helyen fejezte be a bajnokságot a labdarúgó megyei első osztályban az Ibrány Ese. A szezont Madalina György irányításával kezdő, majd Kis Tamással a kispadon záró csapat 17 győzelem mellett 8 döntetlent játszott és 5-ször szenvedett vereséget. Újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak az Ibrány, de nem az újoncok céljával, azaz nem a bennmaradás, hanem az élmezőnybe kerülés volt az elvárás a Madalina György által irányított csapattól. Az Ibrány ősszel szinte végig a tabella élén állt, csak a zárófordulóban nagy halásztól elszenvedett vereség miatt csúsztak a táblázat második helyre félegyháziék. A tavasz nem a legjobban indult, így a nagy csettől elszenvedett vereséget követően Kis Tamás játékos edzőként vette át a csapat irányítását. A folytatásban veretlen maradt az Ibrány úgy, hogy az utolsó percig esélye volt a bajnoki címre, végül azonban egy ponttal lemaradva nagy csettől a második helyen zárta a 2018-19-es bajnokságot az újonc. Alapjában az elvárás nem volt a bajnoki cím, mikor nekivágtunk a megye első osztálynak, viszont a szezon közben ugye úgy alakultak az eredmények, hogy akár meg is tudjuk nyerni a mérkőzést, vagy a bajnokságot, bocsánat. Összességében azt mondom, nem vagyok annyira elkeseredve, picit csalódott vagyok, mert megvoltak a sanszaink, mikor oda tudtunk volna érni, de ez már most így alakult, azt mondom, visszafele nézni felesleges, meg mutogatni esetleg bármire, hogy itt hibáztunk, ott hibáztunk, ennek most így kellett lennie. Majd jövőre meglátjuk, hogy mire lesz elég. Kis Tamással a kispadon 7 győzelem és 3 döntetlen az Ibrányi mérleg, így a vezetőségnek nincs oka a változtatásra. Úgy néz ki, hogy marad ez a felállás. Ugye, amikor szezon közben is átvettem a csapatot, mert akkor a vezetőkkel úgy beszéltük meg, hogy a játékom ugye nagyon-nagyon minimális lesz, mert tanultam új félton, amikor játékos edző voltam, hogy nagyon nehéz játszani is, meg irányítani is bentől a csapatot, úgyhogy a játékom az minimális lett, de hál' Istennek olyan keretem volt, akivel teljesen mindegy, hogy padról vagy kezdőbe bárkit bármikor bemertem dobni. Kis Tamás elmondta, hogy a játékos keretben sem lesz jelentős változás, a vérfrissítés miatt érkezhet egy-két futballista a szezonzárásaként a Magyar Kupa megyei döntőjét megnyerő Ibrányhoz. A következő szezonban Míri utca László irányítja az NB1-es kisvárdai futballcsapatot. Az 50 éves, játékosként 9-szeres magyar válogatott szakember a 2014-15-ös bajnokságban a Győr kispadján ült. A legutóbbi szezonban pedig a román FC Hermannstadt csapatát tartotta benne az élvonalban. A szakmai stáb nem változik, Kocsis János, Bodnár László, Erős Gábor és kapusedzőként Szabó Attila segíti majd a vezetőedző munkáját. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 14-én pénteken, friss hírekkel, legközelebb hétfőn este. Várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!